Aladdin 2022 május elején került gondozásunkba. Egy 67 bulltípusú kutyából és lovakból álló tanya került felszámolásra egy másik állatvédő szervezet által, illetve hatóság beavatkozásával. Szükségük volt helyre, úgyhogy mi nekik tudtunk keneleket biztosítani. Testvérével Jafarral érkezett, aki már boldog gazd is. Mindketten alultápláltan sérülésekkel érkeztek a menhelyre. Minden idegen volt nekik, tehát teljesen szocializálatlan, csip nélküli oltatlan kutyákat kaptunk. Kis lépésekkel sikerült előre haladnunk, most már eljutottunk addig, hogy azért akiben megbízik Aladdin, azzal szívesen sétál, de a menhely területén kívül sem megy túl messzire, mert neki a menhely jelenti a biztos alapot. Gyakorlatilag ő ezt most már az otthonának tekinti. Egy éves múlt és egy bulltípusú keverék kankutya. Nagyon kedves, barátságos, emberközpontú kutyus annak, akivel már ugye bizalmat szavazott. Mindenféleképpen bátran ajánljuk gyerekek mellé is, de én mindig azt szoktam erre mondani, hogy nagyobb gyermekek mellé szívesebben adnánk, aki már tudja, hogy kell egy kutya felé közelíteni. A kutyatársaival nagyon-nagyon barátságos, egyébként kan és szuka kutyákkal is szoktatható, illetve cicákkal is egyelőre barátságosnak tűnik. Mindenféleképpen olyan családot képzelünk el számára, ahol bent is kapna egy életteret, tehát kinti benti tartással szeretnénk őt is örökbe adni, részben azért, mert egy fázós kutyáról beszélünk, egy sokat megért, sokat szenvedett kutyáról, részben pedig mindenképp igényli azt, hogy ott legyen a gazdája mellett. Ettől függetlenül pedig nagyon-nagyon szeretné kielvezni a szabadságot, úgyhogy jó lenne egy nagy tágas udvar, ahol kedvére szaladgálhat, labdázhat, játszhat a gazdikkal is, illetve akik azért hozzászoktatnák őt a megfelelő sétákhoz. Kutyaiskolai kötelezettséggel szeretnénk őt örökbe adni, pont azért, mert a szocializációnak a teljes hiánya látszik jelenleg is rajta. Most már azért tanuljuk az alapvezényszavakat, elkezdett hallgatni dolgokra, még a neve az még mindig egy ismeretlen dolog számára, de reméljük, hogy Lendő Gazi ezt is majd megtanítja nekik. Thank you.